Itt vannak ezek a nagyszerű taxik, egymás után felsorakozva, de mi nem egy ilyen taxival, hanem ezzel a zöld nagy busszal fogunk menni. A szállodába fogunk menni. Szia! És a kicsi csásított oldala a busznak. Rio Maldonado-i utcakép. Itt vagyunk a piac sarkán. Nem is merek bemenni a piacra, mert azt nem fogom, elveszlődök, olyan hatalmas. A forgalom az is nagy, inkább motorbiciklisek vannak. Vannak, akik szegények, így alusznak. Biztos nagyon fáradtak. Rio Maldonado másik utcája, ez is kereskedelmi. Visszahozzuk az utca másik oldalára. Nagyon sok ilyen járgány van, a meleg nagy, és nagyon nagy a páratartalma a levegőnek. A cipészek kegyetlenül dolgoznak. Az a cég, amivel mi az utazásunkat folytatjuk. Itt vannak a csónakok az Amazonászon, és mindjárt megmutatom az egész Amazonászt, amelyik itt, ennél a városnál nagyobb, mint a Duna. Puerto Maldonado-nál az Amazonász nagyobb, mint a Duna. Fel vagyunk öltöztetve rendesen, nehogy ha vízbe esünk, történjen valami. De hát mi is történhetne, hiszen tele van a folyó aligátorokkal és piranyákkal. Most indultunk el. A folyónak itt, ezen a szakaszán nagyon közel a brazil határhoz, tehát Peruba vagyunk és a brazil határhoz közel. Sokkal nagyobb a sodrása, mint a Dunának Budapestnél. Jó sebesen indulunk a folyón.
jó sebesen indulunk a folyón lefele. Bemutatom a csónakot is, amivel minket szállítanak. Körülbelül 4 méter van az órától eddig a helyig, ahol én ülök, és lássuk a turistákat is. A motorcsónak, amivel mi jövünk. A szitakötőket itt nagyon szeretik. Egy kis ízelítő a világ legnagyobb folyójának partjából. Tüzelőfának. Eco Amazonia Lodge. Ide jövünk. Most fogunk kikötni. Körülbelül 30 kilométerrel vagyunk lejjebb a városnál. Most állt el az őserdei zápor, végre megérkeztünk a szállásunkra, ilyen házakba vagyunk elszállásolva, mind a 13 turista, 11 a 13-ból nagyon fiatal, körülbelül 20 éven aluli, csak mi vagyunk egy kicsit idősebbek, és mostan behozom a mi házacskánkat. Ronszokó, azt írja az ajtó fölött, ez egy állat, egyik háznak egy, mindegyik ház egy állat nevét viseli. A házunk előtt bromélia virágzik, és a ház hátánál is egy csomó virág, az őserdők virágai. Nagyon szépen meg van csinálva pálmák és fák, égigérő fák. És most már a többi házat is lefilmezem. Ilyen magasított szülöpökre vannak építve, hogy a rovarok, csúszómászok ne tudjanak feljönni a házba. És mit nem is, olyat, hogy nem is ismerek. Szerbusz, Juti mama, hogy érzed magad? Hogy csak ilyen egyszerűen jó, semmi? Hallod a madarakat? Részlet az őserdő egyik parkjából, mesterségesen kialakított parkjából. Lássuk, hogy miféle virágok pompáznak itten. Ezek mind az őserdő virágai, csak természetesen most ide behozták, hogy a turisták gyönyörködjenek. Az őserdőben nem ajánlatos mászkálni, mert állatok vannak. Felhívták a figyelmünket, hogy ne menjünk ki az őserdőbe. Érdekes virág ez is, és fölötte természetesen a többi növény, az égigérő őserdői fák.